Bár a szezon elején november-december környékén ajánlják leginkább a szakemberek az influenzaoltás beadatását, szerdán délelőtt ebben a rendelőben volt, aki kifejezetten a vakcina miatt érkezett házi orvosához. Kozári Ferenc azt mondja, néhány hete annyira leterítette a betegség, hogy nem volt kérdés számára, hogy felvegye az oltást. Ez most nagyon megrázott, ami decemberben lezajlott, és, és megijedtem egy picit, és mondtam magamból, hogy jó, félre ezeket a előítéleteket az oltás ellen. Orfolyás, száraz köhögés, izomfájdalom, ilyen leginkább az influenzára jellemző tünetekkel fordulnak most orvoshoz a betegek. A házi orvos azt mondja, sokan jelentkeznek az influenza elleni oltásra is a napokban beoltottak a száz beteget. És kaptok ANTS-től bőven influenzernes oltásokat, még vannak valaki, akkor kérés szeretne a petikába vásárolni is. Még szoktak ellátni minden, ahogy tetszene látni maguk most, ellátjuk minden van időpontokat, akkor megszabjuk, mikor kellene jönni influenza ellenes oltásokkal, hogy a kapcsolatban hogy megkapjon a beteget. Az országban még nem beszélhetünk járványról, ezt már a Vármegye tiszti főorvosának helyettese mondta híradónknak. Mohai Zsuzsanna hozzátette, akut léguti megbetegedéssel hetente 1000 közötti létszámban fordulnak orvoshoz, influenza-szerű megbetegedéssel pedig ez a szám 25 és 60 közöttire tehető. Jelentős kiugrás ez idáig nem volt tapasztalható. Vakcinából pedig nincs 53 ezer ö, oltóanyag áll rendelkezésünkre a felnőttek számára biztosított ö, oltóanyagból, illetve a három éven feli gyermekeknek már adható oltóanyagból, ez a három fluárt típusú oltóanyag. Ebből körülbelül a fele ö, oltóanyagot ö, használták el eddig a, az orvosok, ö, tehát bőven áll még rendelkezésre, aki szeretne élni a lehetőséggel annak biztosítva van. Mohai Zsuzsanna kiemelte, a következő hetekben lehet számítani arra, hogy sokan betegednek majd meg, ezért még mindig érdemes beadatni az oltást. Ha pedig valaki tüneteket észlelne, a szakemberek azt tanácsolják, fontos, hogy sokat pihenjen a beteg, fogyasszon C, D vitamint, valamint cinket és nyomelemeket.